Sziasztok! A narcisztikus kapcsolat végtelenül kimerítő, mert hogy nem úgy vagyunk összerakva, hogy krónikus stresszben túlhúzott idegrendszerrel éljünk. Hosszú szüzenetre készülj, kérlek, de megígérhetem, hogy érdemes lesz átlátnod ezeket a dolgokat is. Mindig igyekszem túlmenni azon, hogy úgy foglalkozzunk a témával, hogy valamiféle száraz tankönyvi példatárt nyújtsak át neked, vagy hogy bulvár szörnyűködésbe fulladjon egy-egy videó. A cél szerintem az, hogy mindig más-más nézőpontból ránézünk a kapcsolatra egy kicsit távolabbról, és hogy rálátást nyerjünk például ebben a videóban arra is, hogy miért is annyira megsemmisítő ez az egész. Kimondhatjuk, hogy ebben a kapcsolatban egy idő után teljesen elveszíted a tájékozódó képességedet, mert nem érted, hogy miért van az, hogy vagy nem érted, vagy félreérted a történéseket, illetve a partneredet is, és az sem, hogy mikor és miért is váltál paranoiddá. Hát azért, mert egy mestermanipulátor szépen lassan berántotta a pszichózisába, és egy párhuzamos, szürreális és kiszámíthatatlan világban próbálsz eligazodni, miközben arra a fájdalmas dologra is ráébredsz, hogy életed szerelme gyakorlatilag a pszichés megsemmisítésedre tör. Mindjárt megnézzük azt a négy különböző, egyenként is elbizonytalanító módszert, amelyeket váltogat, vegyít, de előtte mindenképpen szeretnék nektek három Dixit kártyát húzni, igen, hármat. Hát, ha sikerül belőle valamiféle komplett, koherens gondolatsort összeraknod, de bízom benne, hogy mindenképpen valamiféle gondolkodásra, asszociálásra késztet majd. A kártyákat természetesen, ahogy már megszokhattad, felteszem a szuperhős csoportba, illetve az a Facebookon van, illetve megtalálod itt a közösségi fülön is majd. Hálásan köszönöm, hogyha megosztod velünk az asszociációidat. Második kép. Harmadik kép. Nos, még két gyors, ám örömteli szolgálati közleményt hoztam. Ha traumakötésben vagy, és szétfeszít a kín, mert nem találod a kiutat, elakadtál, és úgy érzed, hogy senki sem ért meg, senki sem tud segíteni, akkor tarts velem május utolsó két estéjén, illetve június első estéjén 7-től fél 9-ig, amikor is egy traumakötést megtörő online workshopot tartok. Ebben a három estés sorozatban szeretném neked visszaadni a magadba vetett hitedet, megmutatni azt, hogy milyen rengeteg erőd van, és gyógyító eszközöket adni a kezedbe, hogy végre kitalálj a párhuzamos valóságból a fényre, és hogy végre elhidd azt, hogy van élet ezután a szanaszétszagató őrület után, és hát, hogy ne akarj visszamenni ebbe a kapcsolatba. Ezeken az estéken előadások várhatóak, illetve hozzájuk kapcsolódó feladatok, valamint azokról szóló beszélgetések. Beszélgetéseket idézőjelbe tenném, majd mindjárt elmondom miért. És hát vezetett meditációk lesznek még, amelyek ezt az egészet teljessé teszik. Nem kell, sőt nem is tudsz kamerát kapcsolni, mert az egészről felvétel készül, amit pár napig vissza tudsz nézni majd, ugyanakkor tudsz a sorstársakkal írásban beszélgetni, illetve nekem is tudsz majd kérdéseket ilyen módon feltenni. A maximum létszám 15 fő, mégpedig azért, hogy megmaradjon az intimitás, hogy
hogy tényleg tudjatok egymással is érdemben beszélgetni, illetve hogy én is mindenkivel tudjak érdemben foglalkozni. Ebből a 15 helyből már 7 hely foglalt. 24 ezer forint a három este ára, ami gyakorlatilag egy normál coaching óradíj nálam. Szóval gyere, tarts velünk, hogy megértsd, hogy mi történt veled, hogy hogyan tudsz a leggyorsabban és a leghatékonyabban kijönni ebből az őrületből, visszatalálni az egyensúlyi helyzetedbe, és mi több, profitálni is tudj ebből az agybajból. Ha szeretnél jönni, kérlek, küldj egy e-mailt nekem azzal a címmel, hogy workshop, és írd meg a nevedet és a pontos címedet irányító számmal együtt, és én cserébe küldök neked egy díjbekérőt az e-mailedre. A díjbekérőnek a kiküldése viszont nem jelent automatikus részvételt vagy helyi biztosítást, azt kizárólag azzal tudod lefoglalni, hogy átutalod a workshop részvételi díját. Erre kérlek, hogy nagyon figyelj, mert nem szeretném, ha csalódnod kellene, mert valaki elhapolt előled a helyet. Vesd véget a reménytelenségnek, és válts nézőpontot, gyere, gyere, nagyon-nagyon nagy szeretettel várlak. A másik jó hír, amit szerettem volna elmondani, hogy az akadémia havi díját visszavettem az előző díjra, ami 12 ezer forint havonta, de most, hogyha jelentkezel, és a pénztárnál használod csupa nagybetűkkel a Happy 2024 kódot, akkor az első hónap árát 9000 forintra tudod csökkenteni. Ami még fontos tudnivaló, hogy összesen 13 hónapnyi anyagot kapsz, de a 13. az már az én ajándékom, azért nem kell fizetned. A legszebb visszajelzések azok, hogy vannak többen is az akadémiának, két narcisztikus szülő és több narcisztikus kapcsolat túlélése után érkeztek, és a 10-11. Hónapban már azt mondják, hogy végre tényleg őszintén tudnak örülni az életnek, és élvezni a mindennapjaikat. Várunk téged is, hogyha van kedved velünk tartani. Szerintem már annak is van egy rendkívül pozitív gyógyulást segítő üzenete, hogy hajlandó vagy időt, energiát és anyagiakat áldozni saját magadra, arra, hogy jobban legyél. Nos, nézzük, hogy mi a fene is folyik velünk a párhuzamos valóságban. Hát mindenek előtt, bár hosszú ideig nem jövünk rá, annál elvevágóbb élmény egyébként rádöbbenni, hogy a társunk krónikus hazdozó, aki jelentéktelen dolgokban sem mond igazat. Egész egyszerűen nem fér a fejünkbe, hogy hogyan képes valaki megállás nélkül hazudozni, hogy hogyan lehet így élni egyáltalán. Hát azért megy neki ennyire, mert minden igyekezete azon van, hogy kontrollban maradjon, és ő uralja a narratívát, téged, a kapcsolatot. És hát, hogy megőrizhesse a felsőbbrendűség érzését, mert hogy mindannyiszor, amikor át tud vágni, rendkívül önelégültnek érzi magát, hiszen azt érzi, hogy ő most fölényben van, mert te annyira ostoba vagy, hogy már megint meg tudod vezetni, már megint elhitted az ő hazugságait. Ne felejtsd el, hogy milyen gyökerező az ő belső bizonytalansága, amivel küzd, és korán sincs akkora mellénye, mint amekkorát láttatni szeretne. Ennek a bizonytalanságnak az elrejtése véget Münchhausen báró és Hári János képességeit tudja ötvözni, döbbenetes mennyiségű, az ő nagyszerűségét alátámasztó, képtelen hős történetet fog neked előadni, de ez még igazából a megmosolyogni való része a hazudozásnak. Azon viszont már sokkal kevésbé lehet őszintén kacarászni, amikor a szégyent, a kritikát, a felelősségvállalást próbálja elkerülni úgy, hogy hajlítgatja a valóságot. Ez az
egész bullshit-elés igazából az empátia hiánytól válik károssá, hiszen amiatt nincsenek gátlásai, mert egyszerűen fogalma sincsen arról, hogy milyen érzéseket, milyen hatást vált ki, és hát milyen károkat okoz azzal, amit tesz. Számára csak egy eszköz a hasznozás, ami segíti őt az érdekei megvédésében, vagy a céljai elérésében. Neki kizárólag az számít, hogy megvédje magát, hogy ne sérüljön, és hogy semmiképpen ne váljon sebezhetővé. És itt egy megjegyzés, hogy aki már a régebbi filmjeimet is látta, az tudja, hogy intimitás, azaz valódi érzelmi közelség kizárólag akkor tud létrejönni két ember között, hogyha nem félnek megmutatni a sebezhetőségüket egymásnak. Azaz, ha nem szégyellik a baklövéseiket egymás előtt, a fájdalmas történeteiket is megmerik osztani, és tulajdonképpen ez a kapcsolat igazán fájdalmas, tragikus része, hogy erre nem képes a narcisztikus. Ezért nem lehet vele valódi, mély érzelmi kapcsolatot kialakítani. A hazugság zavarodottságot, bizonytalanságot kelt. Persze ez a narcisztikusnak jó, hiszen emlékezz vissza, azért imád káoszt szíteni, mert ha elveszíted a magabiztosságodat, akkor az ő kezébe kerül az irányítás. Ha a társadat rendszeresen hazugságon kapod, akkor meg fog inogni a bizalmad. Emlékszel még arra a videómban, amiben a Gottman házról meseltem? A jó párkapcsolat két tartófala, igen, ilyen vicces óvodás, kétdimenziós házról volt szó. Szóval a két tartófalunk az elköteleződés és a bizalom. Ez, ha nincs, akkor nincs közös élet, nincs kapcsolat. Ezek oda-vissza hatnak egymásra a kapcsolatban. Ha nem bízom benned, akkor nem tudok elköteleződni. Ha nem köteleződsz el mellettem, akkor nem tudok benned bízni. És fordítva. Én már remélem, ha eddig soha nem gondolkodtál el erről az egészről, akkor érzed már, hogy egy krónikus hazudozóval vajon miért is nem lőhet létre soha stabil kapcsolat. Kissé hasonló, ám sokkal súlyosabb hatásokkal bír a gázlángozás, amiről egy egész videót készítettem már, hogyha van kedved, akkor nézd meg, belinkelem. Ami a lényege, hogy az nem csak egy hazugság, hanem a másik érzékelésbe vetett hitébe történő beavatkozás, illetve hatására a másik a valóság érzékelésébe vetett hitét fogja elveszíteni, ami rettenetes módon destabilizáló. Amíg azt mondhatjuk, hogy a hazugság az egy egyedi szándékos cselekedet általában, ami a valóságnak az elrejtésére, elferdítésére, illetve egy alternatív történet, alternatív valóság létrehozására tör, addig a gázlángozás egy sokkal komplexebb, szisztematikus manipulációs technika arra, hogy az áldozat valóság érzékelését torzítsa. Nem szükséges, hogy a bántalmazód nyíltan, verbálisan bántalmazzon, lehülyézzen, leostobázzon, és így tovább. Nem kell leértékelnie nyíltan, bőven elég, hogyha gázlángoz, attól is folyamatosan szorongani fogsz, és önbizalom hiányod lesz. A hazugsághoz képest sokkal nehezebben felismerhető a gázlángozás, nyilván ha már tanultál róla, akkor fel fogod ismerni, de addig, amíg nem, addig az sem fordul meg a fejedben, hogy ilyen egyáltalán létezhet. Szóval ez az a technika, ami teljesen le
tudja rombolni valakinek a személyiségét, súlyos pszichológiai és érzelmi károkat tud okozni az áldozatnak. A folyamatos valóság torzítás eredményeként az áldozat gyakran érzi magát zavarodottnak, elhagyatottnak, bizonytalannak, de nem csak a mentális egészségére van rettenetes hatással, hanem a kapcsolatai is jelentős mértékben romolhatnak, hiszen könnyen belátható, hogy ebben az állapotban egyre kevésbé lesz képes arra, hogy érdemi kapcsolatokat tudjon fenntartani. Van még két nagyon összezavaró technika, ezeknek az egyike a projekció. A narcisztikus, aki meg akarja őrizni a pozitív önképét, valamint a pszichés törékenysége miatt elkerüli a felelősségvállalást, a hibáit és bizonytalanságait kivetíti másokra. Szinte biztos, hogy kaptál olyan visszajelzést a viselkedésedre tőle, ami teljesen összezavart. Azon kezdtél el gondolkodni, hogy tényleg így viselkedsz, hogy lehet-e az, hogy nincsen rálátásod, de mégis ilyen szándékot lehet esetleg érzékelni a részedről bizonyos megnyilvánulásait kapcsán, stb. Ezen nagyon-nagyon sokat lehet agyalni. Mert például azt mondta, hogy önző vagy. Esetleg, hogy kontrolláló vagy, vagy hogy túl kedves voltál, flörtöltél valakivel. De lehet az is, hogy gyerekként kaptad meg a narcisztikus szülőtől, hogy rosszul viselkedsz, problémás vagy, és ezért kell durván figyelmeznie. Önmagában is nagyon-nagyon elbizonytalanító ez a viselkedés, főként pedig úgy az, ha más manipulációs technikák, például a hazudozás, a gázlángolás is jelen vannak mellette. Kérlek, hogy írd meg, hogy rád milyen zavarba ejtő dolgokat vetített ki a partnered. Köszönöm szépen. Szerintem, valamelyik filmben említettem már, hogy én megkaptam, amikor kedvesen valami konyhai praktikát osztottam meg az ex-partneremmel, hogy kontrollálni akarom őt. Ez vicces volt, nem vettem magamra, azonban sokkal kevésbé értettem, hogy miért nevezett például önzőnek, vagy miért mondta azt, hogy visszaélek a szakmai tudásommal. De volt egy barátnőm, aki egyszer azt mondta nekem, hogy irigy vagyok. Évekig bántott ez a beszólás, mert sok mindent lehet rám mondani, és hát nyilván nekem is vannak nem túl fényes tulajdonságaim, melyeket próbálok csiszolgatni, de ez tényleg nem jellemző. Amikor ezután, a kapcsolat után felvilágosodva rájöttem, hogy kivel volt dolgom, nagy megkönnyebbülés volt megvilágosodni, hogy dehogy is vagyok én így. Csak egy narcisztikus próbált rám az elviselhetetlen tulajdonságát projektálni. A narcisztikus gyakran az agresszivitást, a manipulálást, a kritikusságot is rád vetíti. Engem egyszer azzal vádolt meg az ex-partnerem, hogy én már reggel elhatároztam, hogy este össze fogok veszni vele. Ez már a kapcsolatunknak abban az időszakában történt, amikor gőzerővel szerettem volna megszabadulni tőle, csak nem hagyta. Szóval tudtam ezen az abszurd kijelentésen szerencsére nevetni, és mondtam neki, hogy hát nyilván ambuláns pszichiátriai eset vagyok, csak azt nem értem, hogy miért nem menekül el, és miért akar egy ilyen elmerodjant élni. Soha, hangsúlyozom, egyetlen egyszer sem kezdeményeztem veszekedést, kizárólag ő volt az a kapcsolatunkban, aki random ordibálni kezdett. Nyilván, amikor már az idegrendszerem erősen letérdelt, akkor kánonban nyomtok az ordibálást, amire egyáltalán nem vagyok büszke, ám minden bizonnyal többünkkel előfordult ez ebben a kapcsolatban, hogy erősen kivetköztünk magunkból.
Azért is mesélem el ezt is, hogy megnyugtassalak, hogy a reaktív abúzus is része ennek a csomagnak, mert nincs ember, akinek ne válna túlhúzottá az idegrendszere egy ilyen szétfeszítő, antagonisztikus kapcsolatban. A projekció annyiban furcsa technika, hogy lehet öntudatlan is, ettől még ugyanolyan káros persze, amikor is automatikus védekező mechanizmusként működik, hogy megvédje a narcisztikust a szégyentől, a szarangástól, és hát persze ezeket tudatosan nem is ismeri fel. Bizonyos esetekben azonban tetten érhető, hogy tudatosan, manipulációs vagy kontrolláló szándékkal használja. Gyakran kifordítja át, forgatja úgy a dolgokat, hogy téged kezd hibáztatni, úgy vetíti ki a saját mulasztását. Például ő nem nyújt érzelmi támogatást, mégis téged fog azzal vádolni, hogy túl érzelgős vagy, hogy túl sokat kívánsz tőle, túl sok a szükségleted. Mivel retteg a sikertelenségtől, például megcsinálja azt, hogy jó előre megvádolja a környezetében lévőket, hogy ők azok, akik hátráltatják, hogyha nem sikerül a céljait elérni, az természetesen miattuk lesz. Szóval kimondhatjuk, hogy amíg a hazugság tudatos, a projekció az inkább tudattalan. A gázlángozás, mint folyamat, szisztematikus módszer és egyértelműen tudatos. Azonban, és ez fontos kitétel, lehet egy-egy olyan gázlángozó mondat, amit valaki egyébként öntudatlanul használ, mert átvette a narcisztikus szülőjétől, vagy egy narcisztikus partnerétől, ilyen tipikusan az a szöveg, hogy túlérzékeny vagy. Erről már sok-sok szó esett előzőleg egyébként a videóimban. Nézzük hát a negyedik módszert, amitől aztán kifordul a világod a négy sarkából. Tegyük fel, hogy gyanútlanul kedvesen emlékezteted a partneredet, hogy ne felejtse el, akkor a megbeszéltek szerint holnap este látogatjátok meg a szüleidet. Mire ő a következő kirohanást intézi? Hogy mondod? Te mindig ezzel jössz, hogy én nem törődöm a családoddal, nem elég, hogy egész héten dolgozom, és alig van időm pihenni, most még ezzel is traktálsz. És mi van a múlt heti vacsorával? Nem emlékszel, hogy én szerveztem meg mindent? Aztán persze nem is háláltad meg, csak panaszkodtál. Amúgy is, emlékszel, amikor tavaly elfelejtetted az anyám névnapját is? Soha nem gondolsz rám, mindig csak magaddal foglalkozol, és ne gyere most azzal, hogy én nem segítek a házi munkában, mert a múlt héten is én vittem ki a kukát. Tudod, valójában te vagy az, aki nem értékeli a másikat ebben a kapcsolatban. Mindig a saját érzéseidre figyelsz csak, és soha nem érdekel az, hogy én mit érzek. Egyébként is. Miért nekem kell alkalmazkodnom? A te szüleidhez kell menni, mert te ezt akarod. Soha nem kérdezted meg, hogy én mit szeretnék, de tudod mit? Menj egyedül! Elegem van már ebből az önző hozzáállásból. Majd természetesen a ajtó becsap, ember elviharzik. Mi a büdös franc történt itt? Hát kérlek, ez a szósalátázás, amit persze ez a bizonyos elrohanás, a sajtócsapás követte, pedig ott állsz, és nézelést átoksz, mint hal a szatyorban. Nem érted, de még csak elmesélni sem tudnád, hogy mi a fenét mondott, és mi is váltotta ki ezt a kirohanást. Kicsit szedjük ízekre ezt az egészet, hogy mit is beszélt, hogy könnyebb legyen megérteni, hogy mi történik, vagy mitől esünk szét. Először is rendkívül gyorsak a témaváltások. A munkája, a múlt heti vacsora, az anyja névnapja, a házi munka, és persze a központi eleme ennek az egésznek az a projekció, hogy én központonak, vagy önzőnek és leuralónak tart.
A célja természetesen egyértelműen az, hogy összezavarjon, és persze elkerülje a felelősségvállalást, mint hogy egészen nyilvánvaló, így kintről nézve és szétszedegetve ezt az egészet, hogy elfelejtette valószínűleg ezt a programot, és rászervezett valami mást, vagy egyszerűen nincsen kedve elmenni a szüleidhez, azonban nem akarja semmiképpen sem, bocsánat, felvállalni egyiket sem. Használja a mindig és a soha kifejezéseket, ezzel a túlzó általánosítással próbálja nyomatékosítani az érveit. Támadással, vádaskodással próbál elbizonytalanítani, miközben természetesen mindezeknek semmi köze egyébként a témához. Erre született ugye az a jó magyar mondás, miszerint a legjobb védekezés a támadás. Összességében érzelmi manipulációval próbál benned bűntudatot kelteni, és elterelni a figyelmedet a valódi témáról, a felelősségvállalásról azért, hogy nem tud, vagy nem akar részt venni ezen a programon. Mondhatjuk, hogy a szósalátázás megdöbbenti, összezavarja, és hát abszolút destabilizálja az áldozatot. A cél az ugye, hogy elveszítse a fonalat, hogy ne tudjon érdemben reagálni, hiszen akkor a narcisztikus dominálhatja a viselkedést. Ezzel a módszerrel el tudja téríteni a kommunikációt, vagy megúszhatja, hogy adott esetben válaszolnia kelljen egy konkrét kínos kérdésre, vagy ahogy ebben a példában láttuk, ugye felelősséget kelljen vállalnia. Szerintem igencsak besorolhatjuk egyébként a szósalátázást és a gázlángozás kategóriájába, hiszen pár ilyen szófosás roham garantáltan elbizonytalanít, és azt fogod érezni, hogy ez csak egy rémálom lehet, vagy arra tippelsz, hogy valami lassú, lefolyású, szivárgó agyvérzésed lehet, mert ez annyira szürreális, hogy egyszerűen nem lehet valós. A szósalátázás arra is remek, hogy a közvetlen konfrontációt elkerülje, ahogy ugye itt sem folyt érdemi vita arról, hogy miért is nem tartja be az ígéretét, valamint nem csak összezavarja az áldozatot, hanem egyszerűen érzelmileg is kimeríti ezekkel a követhetetlen, ellentmondásos, zavaros kijelentésekkel. Ennek az lesz az eredménye, hogy végül elhallgatsz egy idő után, mert megtanulod azt, hogy úgy remélhetsz kevesebb fesztivál helyzetet. Azért szerettem volna hirtelen így egy csokorba szedni ezt a négy technikát, a hazudozást, a gázlángozást, a projektálást és a szósalátázást, hogy összességében lásd, hogy miért is faltál, vagy még mindig ennyire végtelenül kimerült, reményvesztett és értetlen ebben a kapcsolatban. Két dolgot mondanék neked, és azt szeretném, ha ezeket mindenképpen elvinnéd magaddal. Aki ezt a földi poklot képes elviselni, az nagyon erős, és képes arra, hogy kilábaljon ebből az egészből, és megérdemli, hogy szeretettel, kedvesen forduljanak felé, és együtt érezzenek vele. Nyilvánvalóan azt nem tud befolyásolni, hogy mások miként viselkedjenek veled, vagy legalábbis ennyire nem, de magadról képes vagy gondoskodni. Tudsz magaddal jól és szeretettel bánni. Tedd ezt, és légy magaddal végtelenül türelmes és kedves a felépülési folyamatod során. Ha úgy érzed, hogy ez nem megy egyedül, akkor várlak szeretettel online coachingon, a videó elején említett 3 napos traumakötést megtörő workshopon, vagy az akadémiának az önismereti gyógyító utazásán. Egyről biztosíthatlak, tudom, hogy mit érzel,
és számíthatsz rám az együttérzésemre és a támogatásomra is. Köszönöm, hogy az értékes idődet velem töltötted, és remélem, hogy hasznosnak találtad.